az emberiség egyik legijesztőbb, legfélelmetesebb tömegkatasztrófája, ami az elsüllyeszthetetlennek hívott gigantikus Titanickal történt, és ma ezt fogjuk átélni, a virtuális valóságnak hála, én szerintem nagyon durva lesz. Na, szevasztok srácok, üdv mindenkinek itt Nessai, ez pedig a Titanic VR. Hát, ez még mindig rohadt hülye érzés, hogy nem látom, hogy hol a kamera. Félix, itt vagy? Benne vagyok egyáltalán a képbe? Jó, nézzek ki, ügyesen vágjál. Hát nem húzom tovább az időt, srácok, peregjenek a lájkok meg a feliratkozások, ott az experience, ez kell nekünk, éljük át ezt a katasztrófát. Ez egy ülős experience, helyezd magad kényelembe, hát igyekszem, kösz. Titanic, 1 óra 10 perc. Jézusom. A Titanic megsérült egy jéghegyel való ütközés miatt, és elképesztő mértékben süllyedt. Captain Smith elrendeli a hölgyek és a gyermekek mentőcsónakba telepítését. Jézusom! Akkor ez már az ütközés után van. Hello, kapitány! Minden rendben van? Jézusom! Amúgy nagyon para, hogy hogy néz ki, srácok. Ez annyira sajnálom mindig, hogy nem fogom tudni, Jézusom, átadni nektek, hogy YouTube-on szóval, a VR az... Na mindegy, már most nem tudok beszélni, annyira régen VR-oztam. Kurva jól néz ki. Gyermekek és asszonyok, azt mondja, én... Apukámmal készülök egy forti kupára, nekem mindenképp egy helyet léci, jó? Kicsi vagyok. Viccet félretéve, egyébként ez az egész Titanic történet, ez még nem is történt olyan régen, hogyha belegondoltok. Annyira para az egész. Viszont az öltözködési stílus ebben a korban, azt szerintem amúgy 10 per 10-es. Mindenkinek a menő ruhája van. Nem akar a kislány az apukája nélkül menni. Amúgy nagyon hátborzongató ez az egész, hogy... hogy ennyire elválasztották a családokat. Ne aggódjál! Apukád biztos jól lesz. Vagy nem. Befértem. Köszönöm szépen, tess! Legnagyobb király van. Jézus, patta! Bocsánat. Jézusom. Megyünk! Ne! Az nagyon para, srácok! Tudom, hogy nem látszik annak majd videóban. Jéz, hello! Egy slukot adj már, testvérem! Kéne az útra, mert állítólag hideg van. Milyen magasan vagyunk? Nem is látom a vizet! Kedves hölgyem, maga ott nyugodjon meg, hogyha tükörbe néz, akkor láthatja, hogy a legdurvább katasztrófa már megtörtént, úgyhogy nem kell mitől félni, a csecsemő is rendben lesz. Hát én nem látom, hogy meddig megyünk lefelé. Bazzeg! Ilyenkor így az ember egy fokkal jobban átérzi, hogy mégis mekkora volt ez a hajó, és mennyire hihetetlen ez az egész. This is not quite the ending to our adventure that I was expecting. Csecsed, nem rossz amúgy. Mindjárt! Lower away a stern! Mi volt? Nem áll. Ez nem jó, a babára vigyázzatok. Közben folyamatosan küldik a vészjelzéseket. Mindjárt ott vagyunk. Már látom a vizet. Hát basszus, srácok, komolyan a hidegráz. Pedig még csak leereszkedtünk. Hallani a sikolyokat amúgy, majd Félix bevágja, amikor húsba vagyok. Nagyon para. Landoltunk? Vagy hogy mondják ezt? Aha. Nyugodjatok meg! Mi? Ne pánikoljatok, jó? Mert egy jobb csapottal az összes hisztérikát leterítem. A nyugalom a lényeg. Vízen vagyunk. El kell távolodni a hajótól. Nézzétek amúgy, kegyetlen, hogy mekkora. That's what she said, ugye, nyugi? Egyébként Nessali vagyok. Kutyus!
Á, jó, mindenki megdögölhet a picsába, a kutyus élje túl, és akkor jók vagyunk. Minden rendben. Aaaa. Ilyen cuki. Segény. Jó, hogyha vele nem történik semmi, akkor rendben vagyunk. Lejött közbe a másik mentőcsónak is. Na de most nézzétek meg! Azt a rohadt. És annyira durva, hogy a mentőcsónakokat gyakorlatilag félig töltötték. Most ahogy nézem, amiben mi ülünk, egészen sokan vagyunk. Á, te ott ne hadonásszál, légy szíves azzal az éles bottal, mert én is előveszem az enyémet. Egyébként kis kegyeitek gyakran járnak ide? Ja, bazd meg, hülye vagyok. Egyre parább. Nézzétek ott a fényeket a hajó elején. Látni, ahogy tűnnek el folyamatosan az ablakok. Hát nincsen sok hátra. Úristen. Azt a sztorit amúgy hallottátok, hogy volt elvileg egy szakács a Titanic fedélzetén, aki matrészeg volt, elsüllyedt a hajóval, de túlélte, mert annyira be volt viszkizve, hogy nem érezte a fagyot, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak. És szinte sérülés nélkül megúszta az egészen. Elképesztő, hogy az ember mire képes. Nézzétek, már motorok már kilógnak, vagy lapátok. Nem sokára le fog dőlni az első kémény, azt hiszem. Annyi mindent néztem erről. Annak idején. Ah. És megpróbálok egy kicsit kúsba maradni, mert... Jézusom! Rázd már a hideg, bassza meg! Már nagyon meredeken áll az egész hajó. Most fogja elérni a víz a kéményt. Az fog ledőlni először, azt hiszem, ha jól meg van csinálva. És ugye az egy csomó embert magával sodort, mert örvényt kreáltotta a hajó elején. Aha. Azt a rohan. És akkor hamarosan el fog menni az áram. Az utolsó pillanatig dolgoztak a hajón egyébként a munkások, hogy legyen fény. Baszd meg. Nagyon para. Most áram. És a recs. Ah, Jézus! Az kegyetlen. Megy le az eleje. Fordul föl. Seghiányba az égig. Kapaszkodj, Leonardo! Fogd meg két kezét! Azt a rohadt! És... eltűnik, mintha semmi nem történt volna. És ez lehet a legparább része, srácok. Hogy most az egy ideig hallod a sikolyokat, egy pár percig, aztán jön a hipotermia, és utána síri csend. És nyilván ez egy játék, de gondoljatok bele, hogy itt semmi fény nem volt. Ezeken az apró lámpásokon kívül. Hihetetlenül félelmetes ez az egész, komolyan a hidegráz. Nagyon-nagyon durva, ez így VR-ban különösen. A Titanicon 2208 ember utazott, és ezren se élték túl, azt hiszem, mindjárt. 1500-an közel meghaltak. Borzasztó. A 6-os mentőcsónak 65 embert kellett volna vigyen, de csak 29-en voltak rajta, amikor elhagyta a Titanicot.
És egy valós fotót is kapunk, ahogy megérkeznek a Kárpátiára, ugye a hajóra, ami a leghamarabb odaért megmenteni az embereket. Atya úr Isten, srácok! Én nem gondoltam volna, hogy ez ekkora hatással lesz rám, de nagyon hátborzongató volt. Én nem tudom, hogy milyen videó lesz ebből, remélem, hogy Félix majd ki tud nektek hozni valamit ebből az egészből, de le vagyok sokkolva. Találkozunk legközelebb, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok! Ja, meg írjátok le kommentben, srácok, hogy ha akartok még VR videót, most ez egy Oculus Quest 2 új szerzemény, akkor milyen tartalmakból? Ez erős kezdés volt. N-betű. Hát ez a leggyönyörűbb dolog, amit a világon láttam.